1996 óta tölti be ezt a funkciót, és a munkatársainak a javaslatára vágott bele ebbe az új megoldásba, hogy egy hatalmas 2000 négyzetméteres épületnek a fűtését a legmodernebb eszközökkel próbálja megoldani a magas költségeknek a letörésére. Igen, hát én 1950-ben kerültem ki Rómában, miután Magyarországon finoman kifejezve megvonták tőlünk a működési engedélyt, akkor 20 éves voltam, és megtapasztaltam Rómában, hogy ott is hidegek telek, mert csak 25 évig nem volt fűtésünk. Úgyhogy én részt vettem az akció már ott, hogy próbáljunk okosan fűteni, és megfelelő módon eljárni. Amellett 1985-től 95-ig én voltam az egész világ ciszterciéinek a főnöke, úgyhogy a félvilágot bejártam, és láttam a különféle fűtési rendszereket, és tudtam azt, hogy rájöttem arra, hogy ezek egy nagyon fontos komponens az évi költségvetésnek, hogy mibe kerül a fűtés, és bizonyos helyeken, ahol különben nagyon meleg van, a hűtés. De most Magyarországra visszatérve, amikor visszajöttem 1996-ban, az első tapasztalatom a budai gimnáziumoknak a fűtésével volt, a Villányi úti Nagy Szent Imre gimnázium, minek igen magas volt a fűtési költsége, és én hamarosan elhatároztam, hogy magunk fogunk fűteni, és nem pedig a főtávra kapcsolódva, és akkor kaptam persze imánkodó leveleket a főtávtól, hogy meglátom, hogy és akkor olcsóbb lesz a főtáv, és azt mondok, nem. Megcsináltuk, és az egész berendezést, amire szükség volt 3 év alatt, az megtérült. Ugyanezt végigjátszottam azután Egerbe is. Ott is elkezdtünk mi magunk hűteni, ott lehetséges volt. Sajnos most lett csak lehetséges például a Pécset, hogy ezt megcsináljuk, eddig erre nem voltak hajlandók a pécsiek, hogy leváljunk a pécsi városi fűtésről. És amikor hát megkaptam ezt az Aga utcai komplexumot, akkor nagyon nehéz volt megint a főtávval zöldágra vergődni, nem megyek a részletükbe. Óriási pénzeket kértek azért, hogy egyáltalán hát annak a pár embernek, aki ott volt, fűtsenek. És akkor rájöttem, hogy itt valami egészen más kell csinálni, ha más nem, akkor villannyal kell fűteni, mert hát azért Rómában ilyen villannyal is fűtöttünk ki, és az a világ legdrágább dolga, ha valaki ezt okosan csinálja. És egy szép pillanatban hallottam, hogy Léderrel, dr. Léderrel András mérnök úr Dunaharasztiban tart egy előadást, ott elment az ekonomusunk, aki maga gépészmérnök volt. Oda elment a jogtanácsos asszonyunk, meghallgatták ezt az előadást, és Léder úr igenis meggyőzte őket, hogy ez a jövő megoldása, amikor hát nem függünk majd a gáztól, nem függünk olajtól, sokkal olcsóbban és természetbaráthoz méltó módon oldjuk meg a fűtést. Megrendeltük, és gyakorlatilag karácsonyi ajándékként kész ez a fűtés, ami működik, ami nagyszerű, és hát természetesen, ha nem tévedik, akkor még csak egy harmados elősz annak, amit különben a főtávnak kell fizetni. És a főtáv, hogy, tehát, hogy az könnyen belement abba, hogy... Hát most már muszáj neki. Igen. Most már a törvény kényszeríti őket erre. Úgyhogy most már ez, hogy leválunk, nem volt különösebb vita tárgya, még csak az volt, hogy ott van egy hőközpont,
a házba, hogy ki az a hőközpont, előment a vita, de ez is megoldódott. Ugye ez már egy jogi kérdés volt, és nem fűtési szempont, úgyhogy ez is megalog. Nekem az volt az érzésem, ott voltam úgy akkor, hogy minden szépen működik, és tényleg mindenkinek tudom ajánlani ezt a módszert. Egyébként hát azért úgy itt-ott kérdezősködtem is többek között. Volt referencia. Volt referencia például a Nyíregyházán, ugye a görög katolikusok ilyen módszerrel fűtenek, és nagyon kicsi a világ, ugye, mert azokhoz a görög katolikushoz nekem elég sok közön van, és úgyhogy éppen akkor, amikor itt volt egyszer a Dédelimén, akkor éppen akkor telefonált. És akkor elképzelhető, hogy más intézményeknél is, tehát az önök intézményeinél is ennek a alapján, hogy szintén rá fognak térni erre a fűtésre, hogyha beválik, hogy ez jóval olcsó. Ezt már nyugat lélekkel mondhatjuk most, hogy beválik,